Nincsen Fradi torna nélkül. Férfi torna szakosztályunk minden évben számos korosztályban hirdet felvételt kisgyermekek és felnőttek számára egyaránt. Nemrég bemutattuk, hogyan zajlanak az edzések az örömtornán, most pedig következzenek a legkisebbek. Irány az Ovis csoport. Szeptemberben egy kicsit megpróbáljuk a létszámot földúsítani. Ez az a csoport, ahonnan tulajdonképpen válogatjuk a versenyzői csoportba. Itt elsősorban azért játékos formában fizikai képességeket fejlesztünk, megnézzük az ügyességüket, hogyan fejlődnek, hogyan figyelnek, és ebből a csoportból választjuk ki azokat, akik később átkerülnek a versenyzői csoportba, és akkor megpróbálnak majd versenyszerűen is ezzel a sportággal foglalkozni. Mindenképpen mi azt szeretnénk, hogy folyamatosan a tehetségeket megtaláljuk, és a saját utánpótlásunkból próbáljunk meríteni, és előbb-utóbb eljutatni őket az ifi, majd a felnőtt korba és a világversenyekre. Nem véletlen, hogy a torna a Fradi egyik legnépszerűbb sportága. Aki már járt a Népligeti tornacsarnok környékén, az láthatta, hogy kora délutántól késő estig szinte egy gombos tűt sem lehet leejteni a teremben és a váróban. A kezdéskor kedvesek és könnyű dolgokat kell csinálni, pukfencezni, gumiasztalozni, talajozni. Miért szeretsz ide járni? Szeretek szaltózni, nagyon jó, fejleszti a testet, izmokat ad. Ha a gyerkőc megszerette a tornát, akkor a következő fontos lépés a szülőkön múlik. Ez persze sok lemondással jár, de nyugodtan mondhatjuk, igenis megéri. Mi 3 éves volt a gyerek, amikor először lejöttünk egy próbaedzésre, akkor mondták, hogy ez még egy kicsit korai lenne, várjuk meg a 4 éves kort, de 4 éves kortól már heti 3 edzéssel járunk, és élvezi, szereti. Olyan elemeket tanulnak, amit ők is érzik, hogy fejlődnek. Tehát amikor először másznak föl a kötére, amikor 5-5-szörre másznak föl a kötére, amikor túlózkodva végig mennek a korláton először, félig, utána már harmadszor is végig mennek a kézenállás. Most elkezdték a kicsit a szaltót gyakorolni, tehát minden héten, minden hónapon új kihívás, új dolgok, amiket elsajátítanak, és szerintem ez tetszik nekik. Hogyha el kell jönni munkából, a munka mellett ide kell hozni, ide kell érni, esetleg 2 edzés van, délelőtt is kell hozni, iskolából elkérezkedni, tehát inkább ez a szülők részéről a lemondás. Tehát lehet egy gyerek nagyon tehetséges és nagyon lelkes, ha valamilyen olyan élet periódus miatt vagy dolog miatt nem tudják hozni a szülők, akkor sajnos elveszett egy tehetséges gyerek. Tehát igazából meg kell süvegelni azokat a szülőket, akik elhozzák hétről hétre, napról napra a gyerekeket, ülnek itt 2-3 órát, végignézik azt a fejlődést, amíg esetleg el tudják engedni a kezüket, és egyedül el tudják küldeni a gyereket edzésre, de amíg ez nincs meg, addig hozni kell lendületlenül. Zsebi a Szontag Álmos itt szertornázik a Fradiba. 3 éves volt, amikor először lehoztuk ide a tornacsarnokba, az édesapja miatt, mert ő is szertornázott, de nem volt kérdés, hogy nem fogja ezt a sportot csinálni, mert egyből megszerette ezt a milliót, a közösséget itt, magát, a szereket, és így maradtunk ennél a sportágnál. Eléggé játékosan indul, az elején bukfencekkel, különböző gimnasztikai gyakorlatokkal, fogócskával is akár, és nem minden nap természetesen, hanem szépen először csak hetente 2-szer, aztán 3-szor, 5-szor, 6-szor, és utána bejön a reggeli edzés is. De nem szabad a gyereket félteni, nyugodtan, bátran le lehet hozni, nagyon-nagyon fogja élvezni itt a szertornát. Borzasztó nagy cél tűzött ki, egyrészt azt, hogy szeretne Balázs Krisztiánnak Kikinek a nyomdokaiba lépni, és olimpiai bajnok is szeretne lenni, és tényleg nagyon jó úton halad e felé, nagyon jók az edzői, a szakmai stáb is, akik őt támogatják, tehát én csak biztatni tudom, hogy csinálja tovább. Mi ezt megkapjuk egyrésztről az edzőktől, ezt a szülői támogatást, illetve a Ferencvárosi Torna Klubtól is, a Nagy Fraditól, illetve ettől a szakosztálytól is. A gyereket nagyon kell motiválni, mi már magántanulók vagyunk a reggeli edzések miatt, ehhez kell egy nagyon-nagyon jó iskola. A szülőknek meg azt tudom mondani, hogy nem szabad félni, meg lehet oldani. A példaképek pedig igazán tudják, mit jelent a Fradiban tornázni, hiszen akár ifjúsági olimpiai bajnokunk és felnőtt válogatott tornászunk Balázs Krisztián, vagy a már a felnőttek között is sok szép eredményt elérő Zámbori Zala is ezekben az Ovis csoportokban kezdte pályafutását. Elég régen volt, 2010-ben kezdtem, szóval már 12 éve volt, nehéz, bele is gondolni nehéz. Igen, én is Oviban kezdtem, azt hiszem középső csoportos voltam, és a bátyám igazából elsős volt akkor,
és őt beválogatták az iskolás csoportba, én megjöttem az ovis csoportba. Ilyen kiskorban sikerült megszeretnem a tornát, és ezért, amikor jöttek a sérülések, sikerült itt maradnom a tornán, mert tudtam, hogy képes vagyok eljutni ezekre a versenyekre, és ez hajtott minden nap. Nagyon felszabadító érzés szaltózgatni, vagy akármit csinálni itt a tornateremben, szóval igazából mindenkinek ajánlom. Mivel én az edzések nagy részét a válogatottban töltöm, ezért túl sokat nem találkozom velük. Amikor itt vagyok, akkor próbálok nekik egy-két jó tanácsot adni, vagy inkább ismerkedni velük először, és biztatni őket arra, hogy maradjanak a tornára. Ha felkeltettük a szülők és leendők is tornászaink érdeklődését, és szívesen kipróbálnának egy edzést, akkor ne habozzanak. Keressék fel a fradi.hu-t, ahol minden részletet megtalálnak a jelentkezésről, az időpontokról és az edzésekről.